Káster Miklós ma hajnalban kiköltött egy turultojást. Kim Jong-un élesen bírálta a magyar média viszonyokat. Magyarra fordítatná Nádas Péter műveit Bayer Zsolt. Itt a második hullám. 106 új kis kosztümöt szerzett be a kormány Müller Ceciliának. Szijjártó Péter és családja a Holdon van. A miniszter dolgozik, áll a Fidesz közleményében. Vaszili Miklós lett a Washington Post tulajdonosa. Az álfüggetlenségnek vége. Gyurcsány Ferenc a 2022-es kormányváltás utáni kivégzési listákat ismertette egy lángosos bódé mögött Balatonberényben. Vidnyánszky Attila lett minden általános iskolás osztályfőnöke. Jó estét kívánok, ez itt a Híradó. A kormány múlt vasárnap sem vezetett áramot független újságírók heréjébe. Ehelyett kenyérszépség versenyt rendezett Alsó-Tisza bánatoson. Hol van itt diktatúra? Tette fel a kérdést Kövér Elemér, a verseny győztese. Kövér László, zsűri elnök, beszédében elmondta, hogy a baloldal okozta az összes jégkorszakot, a liberálisokkal összefogva fejlesztették ki az écet, a koronavírust, az ebolát és a rostkenyeret is. Atomtemetőt létesít a kormány a Deák téren, de ez nincs összefüggésben azzal, hogy ellenzéki polgármestert választott a főváros egy esztendeje. Momentán nincs erre jobb hely, mondta Szentkirályi Alexandra. Karácsony Gergely, Budapest úgynevezett főpolgármestere, kevesli a Trianonban elcsatolt területek nagyságát. Derül ki a Híradónk birtokába jutott hangfelvételből. A következő bejátszást csak erős idegzetű nézőinknek ajánljuk. De rúgózunk itt Trianonon, érted, Erdély, vagy mit tudom én, Felvidék, de Budapestnek meg Csongrádra sincs semmi szüksége, érted, izé, érted, az meg. Veszprém, egy víz van neked, az alából izé, még nem jutott ki fény, érted, vagy izé. Náci retro diszkót tartott a Jobbik frakció a hétvégén. A Gyöngyöspatai művelődési házban hajnalig szólt az Arbeit macht frei. Kicsit jó felidézni a régi hangulatot, bár persze ma már más időket élünk, mondta az egyik Himmlernek öltözött, összezavarodott honatja. Magyarország befogadja a ledöntött Kolumbusz szobrokat, sőt, konfederációs tábornokok szobrait rendeltük meg Kínától. 6-7000 rasszistának mondott hős szobrával már kint lennénk a vízből, mondta el örökös miniszterelnökünk. Az amerikai tüntetések kapcsán ifjabb Lomici Zoltán kifejtette. Szerinte komoly probléma, hogy Amerika nagyobbnak látszik a térképen, mint Magyarország. Pedig erre, tudomása szerint, semmiféle bizonyíték nincsen. Kóros Lajos ma reggel bejelentette, hogy kitört a harmadik világháború. Azóta már kiderült, hogy az MSZP-s képviselő a Terminátor 2-t látta a tévében, amit félreértett. Nem kér elnézést. Nemzeti konzultáció indul arról, hogy milyen időjárásnak örülnének a magyarok. Kérdést kapunk az éves csapadékról, és a napsütéses órák számát is eldönthetjük majd. Csepel élen jár a konzultációban. Még 2 hét van hátra a feladási határidőig, de a kerületben már minden lakos kitöltötte és visszaküldte a kérdőíveket. Ezt, hogy elküldtem. Nekünk nem mondják meg az unió, hogy hány fok legyen. Ez a kormány legalább tett valamit az időjárásért. Gyurcsoltány mit csinált? Jégesőt. Belém nem fognak csippet ültetni a vakcinával. A kérdőívek összesítése még hátra van, de Németh Szilárd önkormányzati képviselő és egyben a kerület bölcse már most bejelentette, hogy Csepel kiszáll a globális felmelegedésből. Nem miattunk van meleg, régen is sütött a nap, nagyanyám még tudta, milyen az igazi rétes, tette hozzá. Véletlenül nyilvánossá vált az a privát körlevél, melyben egyes MSZP-s honatják tiltakoznak, amiért későn kapták meg az e-havi kenőpénzt állellenzékű tevékenységükért. Kubatov Gábor továbbra is számít az MSZP-s képviselők együttműködésére. Most mindenkinek nehéz, türelmet kérünk, mondta el a Fidesz pártigazgatója. Szijjártó Péter külügyminiszter a ma délelőtti rendkívüli sajtótájékoztatóján aláhúzta. Nem halálgyár, Samsung gyár épül Gödön. Jó lenne, ha ezt is megírná a The New York Times. Twitterte Kovács Zoltán, kormányszóvivő. Botrányos, fake news-tól hemzsegő könyvet írt Trump egykori sértődött tanácsadója. A színvonaltalan szerző azt próbálja bizonygatni, hogy Trump egyszer azt kérdezte tőle, hogy Portugália az egy gyümölcse. Erőteti továbbá, hogy az elnök nem tud cipőt kötni. Állítólag megkérdezte egyszer az alelnökétől, hogy miért esik az eső,
és hogy a gram többe, mint a kiló. Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin a könyv elolvasása után bejelentette, hogy indul az amerikai elnök választáson. Ha jól tudom, az egy demokrácia. Hát persze, hogy megmérettetem magamat, mondta az orosz elnök. Több elektor is megesküdött, hogy rászavaz, csak engedjék szabadon a családjukat. Gyurcsány Ferenc közben azzal fenyegetőzik, hogy az Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin közötti igazi, mély, több mint férfi barátságról szóló, eddig nem látott dokumentumokat fog bemutatni. De nem biztos, tette hozzá. Kongresszust hívott össze a Momentum, mozgalom vagy mi, mert a karantén alatt elfelejtették, hogy ki az elnökük. A kongresszuson senki nem jelent meg, ugyanis a meghívóból nem derült ki, hol tartják a rendezvényt és mikor. Demeter Szilárd a könnyű zene társadalmasításának jegyében tegnap zenészekkel tárgyalt a Várkert bazárban, a Sztárok az Állami Korrupcióért elnevezésű fesztiválon. A találkozó jó hangulatban zajlott, nem volt para, mondta el a korifeus könnyedén, lazán. A fiatalosan konzervatív, konzervatívan fiatalos Demeter nagyívű, 5 éves tervében 25 milliárdot kíván a lehető leghatékonyabban elkölteni a pop-rock zenére. És ebben már benne van a pogácsa is. Előző életemben tuzakcsuk voltam! Híradónk stábja lázas munka közben lepte meg a művészeket, akik elsőként részesülhettek az állam könnyűzenei programjának támogatásából. A zenészek különböző műfajokat képviselnek, de közös bennük az elkötelezettség a nemzet és a minőség iránt. Széthugyozlak Brüsszel, tele vagyok Fuchsszal, Sepsis Együtt Pixel, magyar jobbra X-el! A kultikus black metal zenekar, a Dark Hurka már javában dolgozik az új albumán. Kormányablakok, Liget Projekt, NB1, Oroszország. Ezekhez a témákhoz nagyon súlyos riffeket készítettünk. A zenekar további terveiben szerepel, hogy forradalmasítják élő fellépéseiket is. Minden élő koncerten fogunk disznót vágni élőben. Minisztérium fogja ezt támogatni, kaptunk már hozzá hagymásvérágyúkat, töpörtyűszórót, ugye ezek nélkül a segítségek nélkül ez nem működne. Mörcs hentes út lesz. Mr. Repuardo Carpathic Art Galactic a támogatást életkörülményeinek jobbítására használta fel. Szőcs Géza köldökében kaptam most albérletet, ami tök jó, mert most már végre csak a szövegre fókuszálhatok, az örökké valóság falára firkálhatok. Új szerzeményével, melyet a kritikusok már az év legjobbjai között emlegetnek, jövőre már az irodalomtankönyvek lapjain is találkozhatnak a középiskolások. Viktor a Piktor! Halló? A járat? Visszük az összes frekvenciádat? Csicska, a bicska, közpénztalicska. Éter Firozi, az Erdős Péter középkereszt a Lánccal és a Csillaggal friss kitüntetettje ki sem látszik a Tölts meg, káposzta vagyok című új szerzeményének próbáiból. Egymás Strasbourgból mondják meg, hogy hogy éljek. Hát én nőstény vagyok, majdnem anya. Egy kibaszott házi asszony, bazd meg. Vigyél el, harag Peti, vigyél el, vagy lehajlok! Vigyél el, harag Peti, vigyél el, vagy lehajlok! 15 év csend után tér vissza a mikrofon mögé Szabolcs Gun the Big Fuck, a kemény fiú, aki ezúttal érzékeny oldalát is megmutatja a rajongóknak. Ne simogass, rendőrbácsi, basszál meg! A rossz fiú először híradónknak beszélt arról, hogy mire számíthatnak a Big Fuck fanok. A Ratatata című klipünkhöz kaptuk meg az első 200 millió. Ezzel a tankkal bevonulunk az EU-ba, és Ratatatata, és azt üvöltözöm, hogy én vagyok a rep Orbán Viktor, a kurva anyánkat, érted? Kurva anyánkat, én vagyok a rep Orbán Viktor. És hogy mit üzen a zenész kritikusainak? És ez van, hogy kritizálni szerintem kurva könnyű, de egyetérteni egy nemzeti kormánya.
Na ez az igazi rock and roll, gangster rap életérzés, bazd meg. Elnézést kérünk kedves nézőinktől, hogy megszakítottuk az iménti bejátszót, de most érkezett egy rendkívüli hír. Szakács Árpád, kultúrharcos, feljelentette saját magát önmagánál. Szakács szerint, bár mindent elkövet, rájött, hogy ő sem eléggé nemzeti gondolkozású. Ezért tevékenységét beszünteti. Köszönöm Árpádnak, hogy felhívta figyelmünket, mondta Gajdics Ottó, szellemi vezető. További teendőnk nincs, tette hozzá. Megvizsgáltuk Árpád írásait, és nem találtunk egyetlen jelentős művet sem, amitől meg kellene szabadítani a véráztatta magyar kultúrát. Az ügy fejleményeiről folyamatosan tudósítunk híradónk weboldalán. Én most búcsúzom, köszönöm a figyelmet, legyen szép napjuk!